kívánok mindenkinek! Sziasztok, skacok! Az én nevem Bene Martin, azaz Nud lesz, és elérkeztünk a következő kaja kihívásos videónkhoz. A mai nap 10 darab Big Mac-et fogok megenni. Miközben eszegetem a Big Mac-eket, aközben egy szex tesztet fogunk kitölteni, ami meg fogja állapítani, hogy mennyi a szex IQ-m. Mindenek előtt! Egy kedves nézőm, Nagy Tamás írt nekem egy verset, fur rólam. Hatalmas király vagy, Tomikám, nagyon szépen köszönöm. Leírásban ott van a vers, nézzétek meg. Nagyon király. Köszönöm, Tamás. Köszönöm. Unboxingoljuk a Big Mac-eket. Vagy már ki is dőlt. Egy. Tehát 10 darab Big Macs! Big Macs! Én úgy hívom csak, hogy Big Macs! Annyit kell tudni a Big Mac-ekről, hogy egy darab Big Mac 509 kalória. Tehát 10-szer 509, az 5090. Számolni még azért tudok. Nice. Hoztam egy kis vizet is azért, hogy lebírjam öblögetni a cuccos, a számból. Nem tudom, hogy fogom megoldani úgy, hogy ezek is meg tesztet is töltök, de megoldom. Nagyon érjük hozzám. Legelső kérdés, most így fogok hozzátok beszélni, hogy szállja jön. Melyik pózba lehet legjobban stimulálni a G-pontot? Gyerekek! Cupgirl póz. Férfi a hátán fekszik, a nő neki háttal ráül. Kanál! Van ilyen, hogy kanál? Kanál position. Férfi és nő is oldalán fekszik, a férfi pedig hátulról a hatol be. Jaj, vágom, melyik az, gyerekek, amikor tudjátok, kettő cserepogár például így összeérintkezik. Iden, így, aztán így behatol. Oké. Okay. Taliskázás. Jóska taliska. Szobjánál fogva felemeli, és a baninálját ráhúzza a hímbeszűre. Soha nem voltam tapasztalt így szexuálisan, de szerintem ezek után olyan szinten be fogok égni, mert igazából fingom sincs, de a cupgirl legyen, mert ugye, ha hátterül a csajci, akkor az úgy patentabb. Oké! Átlagosan mennyi intim nerv termelődik a hüvelyben? 8 óránként 1-2 gram, naponta 1-2 gram, hetente 1-2 gram. A lányok egész nap termelik magukban a cuccost, nedűt. Hetente 1-2 gram. 1-2 gram nagyon sok, gyerekek. Már csak a hurkából kiindulva, érted? Mondjuk azt nem gramba mérjük. A hurkát az kilóra veszem a hentesnél. Na mindegy. Hetente 1-2 G. A női nemi szerv külső részét úgy hívják, hogy vagina, az nem, mert az a, ugye az egész a cuccosnak. Vénusz domb, gyerekek, a domborulat, vagy vulva. Tehát azt kizárnám, Vénusz domb még lehetne, de az is lesz, mert a vulvát, ezt nem tudom, hogy micsoda. Orgazmus közben melyik intim terület nem keményedik meg? Kis ajak, nagy ajak, a tükló. Itt van az ajkunk, nem? Ez az ajkunk. És ebben van kicsi, meg nagy is. Meg ez micsoda? Nem tudom, milyen előre. A clitoris. A clitoris, én csak úgy hívom, hogy clitoris. A clitoris fő funkciója. Gyönyörkeltés. Segíti a fogamzást. Segíti a vizeletürítést. Melyikre menjünk? Rámegy magától! No! A nő testébe kerülve hány napig él a spermium? Oh my god, most kacok, ez kicsit durva ez, de hogyha most a nő lenyeri a férfinak a spermiumját, akkor még él az a cuccos, él benne, vagy mi van itt? Öcsém, hát nyilván, hát 7 nap, hogy lenne 7 nap? Hát érted? A csajszik járnak vécére is, meg esznek, meg ilyenek, meg hát nem tudom, de mindegy. 12 óra. Meg fog fájni a hason, gyerekek. Ettől fog, gyerekek! Ha a férfi hosszú ideje nem ejakuál, mi történik a spermiumokkal? Meghalnak és felszívulnak a testben. Ez biztos, hogy nem. Megrekednek a helyében. Állottak és öregek lesznek. Hát ez is biztos, hogy nem. Hát miért rekednének meg? Puccsolon keresztül visszahúznak a helyékbe, ahol új spermákkal alakulnak el. Szerintem a cél lesz ott igazából. Meghalni nem fognak. Meg öregek lesznek. Öregek állottak. Biztos, hogy nem.
Már négy választási lehetőség, oh my god, oh my god. Oh no. A négyből vajon melyiken található a legtöbb idegvégződés? Pénisz, vagina, herezacskó és a csikló. Idegvégződés. Most elkezdtem izzadni kicsit. Hát csak azok a tizet, ezt nem fogom megedni, ez fix. Na most ki vagyok, mint a bot. Viszont már most bevittem 1500 kalóriát, 70 g fehérjét. Háromnál megakadok! Három darabnál megakadok! Nem adom fel. Mert itt vagytok velem. Itt vagytok velem, néztek. Nem fogom feladni. Vagyna. Ott van a legtöbb idegvégződés. Vagyna. Nő testén belül a vajon hány... Milyen vaj? Itt már kajáról is szó van. A vajon hány centi per óra seges? Micsoda? A nő testén belül a vajon hány centi? Milyen vajon? Hány centi per óra sebességgel számol a spermium? De nem, hogy ezeket tanítanák iskolába, ezeket kellett volna megtanulni a függvények helyett. De nem, skacó? Ezeket kellett volna megtanulni. Ennek még van értelme, és értem, mert hogyha ott van a csaj, elmondod neki ezeket, hogy te miket tudsz, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy öcskös, te innentől kezdve férjem vagy. Tehát azt fogja mondani, érted? Mert tudod azt, hogy a vajon hány centi per óra sebességgel szágult a spermium? Figyelj, ez ilyen középút, ilyen arany középút lesz, 5 centi. Olyan szintem a Frood, már most, a Henriknél, hogy azt nem bírom elmondani. Direkt fel is készültem, reggel kimentem futni, meg edzettem egyet, kettő kis szemügyet ettem. Nem gondoltam volna, hogy 4-nél megakadok. 4 darabnál megakadok. Én ilyen 7-8-ra satszoltam, hogy 7-8-at simán bevágok. Ehhez képest már a negyedik. A negyediktől már... Ki vagyok, mint a bot? Na mindegy. Átlagosan mekkora az élettartama annak a petének, ami a ciklus során kilökődik? Mi? Petéket lövel ki? A nullendári? Most mondjátok azt, hogy ebből a videóból nem tanulunk. Jaj. Én nem tudtam, hogy itt petéket lövöldöz a nullendári, ez fogalmam sem volt, hogy itt ilyen nagy csígó meccsek mennek ott lent, meg hasonló dolgok. Fortnite viadal gyerekek, kiugrik a nullendáriból, lelandol. Nullendáriból kiugrik, Lakiba landol, Lakiba lútol, és legyen 24 óra. Értékelés. Hát ez nem egy magas pontszám. Nem ártanak egy picit jobban belásni magad a szexuális anatómiába. Hidd el, élvezni fogod. Vége ennek a videónak, elolvasok valami könyvet, most viccen kívül mondom. Helyes válaszok. Melyik pózban lehet legjobban stimulálni a G-pontot? Cupgirl póz. Ezt eltaláltuk, skacok. Ezt így kibírtam logikázni nagyjából. Átlagosan mennyi intinet termelődik a hüvelyben? 8 óránként 1-2G! Orgazmus közben melyik intinet nem keményedik meg? A kisajok. Tehát ez. Klitoris fő funkciója a gyönyörkeltés. Léci, ne diszpájkoljátok ezt a videót, mert nem bírom sokat enni. Nem bírom már. Nagyon finom. Nem bírom. A nőtestébe kerülve 3 napig ér a spermium, jegyezzétek meg. Ez pontos info. Ezért mondják azt, hogy egy hősök vagyunk, mi már alapból győztesként születtünk, skacok. Győztesként születtünk, mert megszülettünk, és győztesek vagyunk. Mert ott volt a kis rész, a verseny, tudjátok, amikor el kellett jutni a nőnek a méhébe, akkor is ti nyertetek, aki nézi ezt a videót, én is nyertem. Férfi hosszú ideig nem ejakulál, mi történik a spermával. Meghalnak és felszívódnak a szervezetben. Lehet bónusz fehérjék vannak ezekben a dolgokban. Nem lehet tudni. Maradok inkább a prankeknél. Az interjúknál. A nő testén belül vajon, a nő testén belül a vajon 9 cm per óra sebességgel szágod a nő testében a spermium, skacok. És így elképzeltem, hogy óránként 9 cm mozog. Hát az jó, mert gyors, az öcskös. Átlagosan mekkora az élettartama annak a petének, ami a ciklel... 24 óra. Jó, végeztünk. Nem vagyok informált. Szóval
szexügyileg is éko hulladékok. Ha szeretnétek ezeket a Big Mac-eket, akkor kommentelhetek a videó alá, hogy mekkora balfék vagyok, hogy csak négyet bírtam megenni. Ne haragudjatok, én se így terveztem, azt hittem, hogy sokkal többet fogok tudni. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, megnyomni a csengőt. Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen kajakihívásos dolog, ugyanis most is nagyon beégtem, én tényleg nem így terveztem ezt az egészet, de hogyha ezt szeretnétek, akkor ezt írjátok meg nekem kommentbe, hogy mit próbáljak ki, mit próbáljak megenni. Oh. Sziasztok, további szép napot!